És nézőink, a folytatásban már a Nemzeti Lovas Színházi Fesztiválra hívogatjuk Önöket, és azt is tudni kell erről, hogy hagyományteremtő célra első alkalommal rendezik meg ezt a fesztivált, mégpedig a Kincsen Parkban. Hát a részletekről pedig a szakavatottak mesélnek nekünk. Pintér Tibor, a Nemzeti Lovas Színház igazgatója, és Mészáros Árpád Zsolt színművész. Isten hozott titeket. Örömmel hallgattad ezt a bejátszót, de és valamit... ez is a mi felvételünk, bár ez korábban készült. Igen. Tibor, valami hasonlóban lehet azért az embernek a része, hogyha most az érzésekre gondolunk, és arra, hogy mi valójában egy lovas nemzet vagyunk majd júliusban, csak ez hát kiteljesedik. Igen, mosolyogtunk itt a Zsolt, hogy milyen sokáig tartom a végén a hangot, aztán büszkén újságoltam, hogy ezt Lóhátról is valóban eredetiben ilyen sokáig... Úgy biza. Tudom és tudjuk, és ez is nekünk lovas színészeknek az egyik hitvallásunk és hivatásunk, hogy a ló az megsokszorozza a mi auránkat, a mi, hogy mondjam, tehetségünket. És egy kicsit ezért is invitálnám a kedves nézőket erre a csodálatos fesztiválra, mert itt olyan színészeket is bevonunk, akiknek eddig még a Nemzeti Lovas Színházhoz közvetlen közük nem volt, ilyen Mészáros Árpád Zsolt barátom, akiről viszont azt kell tudni, hogy kiváló musical énekesként most csatlakozott hozzánk erre a két produkcióra, illetve a Mátyás, bocsáss meg, a Honfoglalás című produkcióba fog beállni a Mázs, és ő lesz Levente, és már gyakorlunk vele, és nagyon ügyes. Hamarosan azt is eláruljuk a nézőknek, hogy mikor lesz a bemutató, de előbb azt mondd meg nekünk, hogy te hogyan csöppentél bele, és milyen kihívást jelent számodra ez az első szereplés. Én azt gondolom, hogy színésznek minden nap kell újat tanulni, és erről beszélünk, hogy az a jó, amikor vannak nagy öregek egy színházban, akkor minden nap tudunk valami újat és valami újdonságot, de az, hogy valamilyen szinten fejlesszük magunkat, hiszen olyanok vagyunk, mint az élsportolók, tehát hogy valamilyen szinten karba kell tartani magunkat és az izmainkat. És hát ez a lovas színház, amit azt gondolom a tenyáik művelnek sok tehetséggel, az én vagyok mutat, tenya, becenem. Ő a fiatal ember, még igen. Szóval, hogy olyan tehetségeket vonultatnak a színpadra, ami azt gondolom, hogy a világon bármelyik pontján megállná a helyét. Én nagyon örültem annak, hogy a Honfoglalásban kaptam egy szerepet, Levente szerepét, hiszen egy nagyon szép lovas szerep, úgymond. Megsiratják, hiszen meghal, azt el lehet mondani, hát mindenki valamilyen szinten ismeri a Honfoglalásnak a történetét. Én mindig is nagyon szeretem így négy gyerekes családapaként azt, hogyha a gyerekeket be tudjuk vonni úgy a színházi környékre, ahogy hogy egy kicsi történelem is, egy kis színháztörténelem, egy kicsi lovazás is van, és minden egy komplexen, és úgy mennek haza, ami egy felüdülést ad, egy élményt ad, ami egy emléket ad, ami ad egy olyan fajta kíváncsiságot, hogy utána esetleg utána olvasson. Én amikor megkaptam, én annak örültem a legjobban, hogy beleolvastam az első mondatom, az egészben, hogy fiatal vagyok és tehetséges. És meglátod, büszke lesz. Fiatal vagyok és erős. Ja, fiatal vagyok és erős. Akkor ez is megsokszorozódik. Igen. A lóval való kapcsolatot, tehát az a ló, amellyel te együtt játszol majd, az ismerkedés, az hogy történik? Hát nagyon fontos, hogy ezzel is együtt tudjatok lélegezni. A Tenyusnak a társulatában én azt gondolom, hogy mindenkinek, aki lóra ül, nagyon nagy figyelmet fordítanak a ló szeretet, illetve a lovas tudásra. De főként, ha jön egy új ember, mert igen, akkor az választottuk a Mázsnak a lovát egyébként múlt héten. Ez egy nagyon különleges színű lovam, és nagyon sok mindent tud már. Most éppen a fővárosi nagy cirkuszba kaptunk meghívást. Akkor a ló is nagyon tehetséges. Igen, a lóba is, tehát a lóba is van egy olyan spiritus, ahogy valamilyen ösztönös módon egyrészt átveszi a mi rezgésünket, másrészt pedig lovak közül is születik valaki, esküszöm rá, színházra. Érzi, hogy ott van, átveszi a közönség, nagyon és érdekes. Valahogy az egésznek a rezgés számát. Ezt most már biztosan állíthatom, és ez nem kamu, nem viccelek ezzel. Teljesen másképp viselkednek, föl villanyozódnak, tele lesznek energiával, jóval impozánsabbak lesznek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az a nagy felelősség például pont a Mázsnál, hogy egy olyan lovat válaszunk neki, ami pont hozzávaló mentalitásban, de szerintem megtaláltuk a pöttyösbe. De hát, hogy az ő energiáit hát is érzi. Na, akkor most áruljuk el, hogy mikor lesz a két előadás. Tehát július 17-én a Kincsen Parkban Budapesten a Mátyás az igazságos című új magyar rockopera, melyben Árpa Attila, Wolf Kati, Fekete László, Buk Tibor, Jómagam, Békefi Viktória, Papa Dimitriu Atina fognak majd szerepelni, és egy nap múlva, tehát 18-án pedig szombat este a Honfoglalás című rockoperát láthatják Mészáros Árpád Zsolttal a főszerepben, szintén Buk Tibivel, szintén Árpa Attilával.
szintén Wolf Katival, tehát bevontunk olyan színészeket, akiknek eddig nem volt közük a Nemzeti Lovasszínházhoz, de mégis autentikus figurák, illetve Pataki Attila fogja az egészet megnyitni, új albumukról való dallal, a Sólyom népe című dallal, természetesen egy hintóról. Mit adhat nekünk ez a fesztivál, hiszen most már ugye, ahogy az elején elmondtuk, hogy hagyományteremtő céllal szeretnétek megrendezni. Igen, elsősorban az volt ezzel a célom, hogy ugye a Nemzeti Lovas Színház, mióta eljöttünk Komáromból, budapesti helyszíneket kutat. Van is, hiszen a Nemzeti Lovarda rendelkezésünkre áll, de azt gondoltuk, hogy szabadtéri helyszínnek mi sincs csodálatosabb, mint a Kincsen Park, ami Gróf Széchenyi István ideje óta áll a magyarok rendelkezésére a lósporton keresztül, de Pécsi Istvánnal, a Kincsen Park igazgatójával közösen megállapodtunk abban, hogy egy különleges hidat szeretnénk teremteni a lószerető és a művészet szerető emberek között, és erre kiválóan alkalmas ez a terület, ahol egyébként a régi lelátói, a régi műemléki lelátóról fogják nézni majd a nézők az előadást, és azt gondolom, hogy mi megpróbáljuk becsalni a lószerető közönséget, a Pécsi Pisti pedig a galoppájára megpróbálja becsalni azt a közönséget, akik miattunk jönnek, így megsokszorozzuk az erőinket, és én abban hiszek, hogy Budapesten végre a Nemzeti Lovas Színház méltó helyre kerül a Kincsen Parkba. Mert erre szükségünk van. Ámen. Majdnem ámen, de tiéd lesz az utolsó szó. Milyen üzenetet hordoz, és mivel szólítanád meg, mint Levente a nézőket? Hát hívogassuk még itt a beszélgetés végén a fesztiválra. Azt gondolom, hogy közönséget. A honfoglalásról nagyon sok mindenkinek nagyon sok fikciója, elképzelése és nagyon sok olvasottsága van. Ennek a honfoglalásnak, amit a Nemzeti Lovas Színház készít, illetve estéről estére színpadra álmodik, én azt gondolom, ennek egy sokkal érzelmesebb, egy sokkal nem ez a melveregetős magyarkodós, hanem inkább az emberi, az érzelmi oldalát fogja meg. Tehát itt a szerelem, a kapcsolatok, illetve mindenféle olyan fajta törődés, ami az embernek nagyon fontos a 21. században, hogy az állat közelsége, illetve a barátság, a szeretet és minden. Én azt gondolom, hogyha egy család kijön, nagyon jól fog érezni magát, nem csak ezen a két napon, hanem további napokon is, de ezen a két napon felülmúlhatatlan élményben lesz részük, hiszen a társulat elég sok meglepetéssel fog szolgálni az előadás alatt, illetve... Látványos dolgok lesznek bennem, nem akarjuk a meglepetéseket lenni, csak annyit, hogy 40 ló és lovas és 60 gyalogos szereplő, tehát durván 100-120 szereplő mozog majd a színpadon, és a lovakon kívül lesznek különleges állatok, de ezt nem árulom el. Nagyon szépen köszönjük, hogy mindezt elmondtátok, a nézőknek pedig nincs más feladatok, mint hogy július 17-én és 18-án ellátogatni a Kincsen Parkban, nagy élményben lesz részük.